Sziasztok, Zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról. Ugye az AliExpress-es 11-11 kapcsán én rendeltem magamnak néhány órát, és ezekről még nem volt szó, és az egyik ilyen a mai főszereplőnk lesz, a Pagelinek a 1661-je, ami a már korábban mutatott zöld csodának, gyakorlatilag zöld ördögnek, a 1639-nek a kis 40 mm-es testvére, és így gyakorlatilag összemérhető a már korábban egyébként mutatott Invicta 8926 OB-vel, ami gyakorlatilag egy 40 mm-es óra. Érdekes, hogy mindkettőben ugyanaz a verk van, a 1639-ben pedig ugye egy mióta van, úgyhogy ezt a három órát fogjuk most összenézni, és elmondjuk, hogy mi a pro és mi a kontra, miben jobb az egyik, mivel rosszabb a másik, és gyakorlatilag ez a videó kedvéért tartottam még meg az Invictát, így dózostól, mindenestől. Kész van ez a videó, úgyhogy innét eladhatom a 8926-ot. Szerettem volna ugye egy 40 mm-es Submariner omást tartani, mert azért az mégiscsak egy olyan dolog, amit sok mindenhez fölvehetsz, és hát eddig volt az Invicta, nem volt őszinte szerelem, meglepő, mert egyébként sokkal jobbra számítottam annó, amikor megvettem, úgyhogy nem olyan nehéz szívvel fogom eladni, és valószínűleg a Pagani pedig a 40 mm-es sem marad, hogy a 8926-a mi lesz, azt pedig majd meglátjuk. Na gyertek, tartsatok velem! Tudjátok, ilyenkor el szoktam mondani, hogy ezek az adások elérhetőek általában a podcast formátumban, a legnépszerűbb podcast platformokon, mint mondjuk az iTunes, a Spotify és a Google Podcasts is. Ezt az adást szerintem föl fogom tenni, mert megint nézegetős a dolog, viszont el fogok mondani olyan információkat, ami mind információ is hasznos. Ne csak nézzétek meg, hallgassátok, hanem szóljatok is, légy szíves hozzá, és mondjátok el, hogy mondjuk ebből a háromból mi az, ami nektek a legjobban tetszett. Ez a nagy testvér, a PD1639, ugye amiről már volt szó. Ez ugye gyakorlatilag a Hulknak egy omázsa, 43 millis verzióban. Azért jó az összehasonlítás, mert ugye hát gyakorlatilag közvetlenül leszármazottak egymásról, és érdekes a reláció, mert ugye elméletileg azért a 40 millisnek kellett volna először lennie, és utána csinálhatok volna bele egy nagyobbat, mert azért a klasszikus Rolex méretezés az ugye mégis csak így szól, hogy a kisebb méret felől mentek a nagy felé. A Pagani Designnál viszont kicsit fordítva történtek a dolgok, és az volt, hogy a 43 mm-es verzió volt hatalmas siker, és rengeteg levelet kaptak azzal kapcsolatban, hogy így srácok, miért nem lehet ebből egy kisméretű órát csinálni? És akkor így úgy tűnik, hogy megtörtek valamennyire a kérések súlya alatt, és így azt mondták, hogy na jó, akkor csinálunk egyet. Bár nem teljesen értem, hogy az Explorer név miért került a számlapra a Pagani Design után, de ez most már igazából részletkérdés. A lényeg, hogy gyakorlatilag az egyezőség a két modell között azért nyilván hát 100%-hoz nagyon közeli. Gyakorlatilag ilyen apróságokban térnek el, bár érdekes, hogy a 8926-tal szemben van egyetlen egy olyan tulajdonság, amiben hátrányt élvez, minden másban egyébként előnyben van ez az óra, de erre majd mindjárt ki fogunk térni. A 8926-tal azért jó egyébként összehasonlítani, mert hogy gyakorlatilag azért mind a ketten közös őst másolnak. Gyakorlatilag mindkét óra a 40 millis Submarinernek egyfajta omázsa. Vannak viszont nyilván egyéniségeik és eltéréseik. Például 2 millivel vastagabb a tokméret. Ez nem tűnik annyira soknak egyébként, de hordás közben szerintem azért ez jelentős, hogy eléggé eláll. És ez erről egyébként, amikor volt a 8926-nak az átnézős videója, erről beszéltem is. Másrészt, a 8926-nak érdekes a nagyítója. Nagyjából kétszeres a nagyítása, viszont hogyha összenézzük a nagyítását a 1661-jel, akkor úgy tűnik, mintha a 8926-nak a nagyítója így nem is létezne. Tehát valami nagyon-nagyon durva, szerintem ez valami háromszoros, három és félszeres nagyító van rajta. Tehát ez tényleg az a fajta nagyítás, amit tényleg megéri rátenni egy órára. Az a durva, hogy láttam már olyan omázsokat jellemzően, ahol a nagyító hát ilyen másfélszeres nagyító, tehát hogy ilyen túlságosan sokat nem. Itt mondom, ez azért nagyon kemény, ami a 1661-en történt. Másrészt, ami még hasonlóság, nyilván hát nyilvánvalóan a tokforma, és érdekes, hogy a fém szíj is, ugyanis eredetileg a PD1639-nek a fém szíja középen nem volt polírozott, hanem szálcsiszolt volt végig. Ebben eltér a nagy testvértől, és az Invicta az hasonlít. Ugye a Pagani azt szokta csinálni, hogy ezek ilyen 20 millis belőle a tokfülek, és alul pedig olyan 18 milliig leszokott keskenyedni, és az most is így csináltam. Ez a 40 millis tokméretnél nem probléma, viszont amikor a 43
13-asról volt szó, ott azért szerintem elég furán nézett ki, ez a 18 millis vékonyság, mert ott már nem lehetett vastagságról beszélni, és ott azért elég erősen kontrasztos volt magának az órának a méretével, úgyhogy ezért is csináltam én a sajátomon. Úgyhogy ezért is csináltam ezért ezen a zöldön, hogy gumiszíra cseréltem, és akkor ott azért ez elnyeli ezt a fajta keskenyítést, bár egyébként ott is simán lehetett volna az, hogy végig ennyire széles marad, és akkor igazából nincs ezzel gond. Ami különbség az Invictával szemben, hogy az Invictának alumínium berakása van, itt ez kerámia, ennek én nagyon örülök, és ezt kerestem is, hogy pont ez egy olyan dolog, amit én mindenképpen szerettem volna. Ami még érdekes, hogy mások a kialakítások, a számlapok mindkettőnek egyébként érdekes módon rakott indexe van, az Invictának rakott logója is van, nem olyan erőteljes, mintha mondjuk mondom, mondjuk akár egy, mintha mondjuk a Rolexé lenne, de azért eléggé jelentékenyen ott van a számlapon. A Paganinak ezzel szemben csak nyomtatott logója van. Az Invicta azt állítja magáról, hogy 200 méterig vízálló, amit nem hiszünk el. A Pagani azt állítja magáról, hogy 100 méterig vízálló, azt elhisszük. Bár a 10 bar nyomással kapcsolatban azért nyilván vannak kételjeink. Néztem egy órás csatornát, az I Love Watches-nak a csatornáját, majd belinkelem a leírásban, nézzétek meg. Ő konkrétan fogta, és nyomás próbának tette ki az órát, ahogy ennek egyébként lennie kell. És korábban is elmondtam, még mielőtt ez a videó felkerült volna, nem tudom, az ő videója, hogy én úgy gondolom, hogy azért az óráknak az egyik gyenge pontja valószínűleg az üveghátlap. És hát igen, itt is az történt, hogy azt hiszem 7,5 bar nyomásnak tette ki végül, ami azért tényleg kemény, tehát hogy az nem mélytengeri buvárkodás, de az effektíve tényleg azt jelenti, hogy mondjuk ilyen jó 75 méter mélységig elmegy az ember egy 80 dolláros órában. Tehát azért nem arról beszélünk, hogy sok 100 000 forintos órában, vagy nem tudom milyen búvár számítógépben effektíve, hanem hogy egy 80 dolláros órában, vagy adott esetben akár akcióban 70 dolláros órában, mindegy. És kibírt, mondom, 7,5 atmoszféra nyomást. Ami azért szerintem egészen kemény, ha jól emlékszem, de mondom, 5 fölött volt, ez egészen biztos. Tehát, és az az érdekes, hogy ebben a fajta jelölésben, aminek egyébként megfelel, tehát amit szoktak ezekre az órákra alkalmazni, ott az úgynevezett 10 atmoszféra nyomás, az nagyjából azt jelenteni, hogy hát úszhatsz benne, és ez pedig nagyon-nagyon-nagyon durván felül teljesíti a Pagani. Úgyhogy én nekik elhiszem, nem láttam hasonló tesztet egyébként a 8926-ra, viszont az összességében az a minőség, amit az Invicta képvisel ezen az órán, az alapján én nem gondolom, hogy ezt közel és távol megugraná. Aztán lehet, hogy nincs igazam, de nem tudom. Tehát, hogy az a fajta igénytelenség, amit mondjuk az Invictának a Fame C-ja képvisel, nem gondolom, hogy pont az építési minősége lenne az, ami mondjuk kiemelkedő, és így nagyon meglepne minket, hogy mikor durran a szét, milyen nyomás alatt durran a szét, úgyhogy vagy adná meg magát valahol a tok, vagy a kristály, vagy valami. Úgyhogy igen, ezzel kapcsolatban én kicsit elfogult vagyok, ezt nézzetek el nekem. De vissza a sztorira. A mutatóik azok nagyjából standard Rolex formát képviselnek. Az Invictának ebben van egyetlen egy ilyen előnye, hogy saját kis világot teremtett azzal, hogy a másodperc mutató végére betette az Invictás szárnyakat. Úgyhogy ennek van egy ilyen kis saját hangulata, ugyanakkor a mutatók azért mégiscsak a Rolex formavilágot képviselik mindenben, tehát hogy a percmutató hosszában, az óramutatónak a Mercedes jelében, a Lollipopban, a végén, bár egyébként érdekes, hogy ebben azért egyfajta, hát nem tudom, tehát hogy az Invicta az, hogy ilyen nagyon-nagyon pici ez a kis nyalóka a végén, azért azt szerintem nagyon fura. Az, ahogy megcsinálta a Pagani a 1661-jel, meg egyébként a 1639-el is, hogy azért a nyalóka sokkal belül maradt, tehát hogy az óra a számlap közepéhez sokkal közelebb marad, azért ez sokkal arányosabb. Ez inkább hajaz a Rolexre. A 8926 ők így igazából próbáltak egyfajta egyéni dolgot belevinni, de ez nem jött össze, legalábbis az én ízlésemtől ez azért távolabb van. Ami a 8926 mellett szól, az, hogy egyébként a koronavédők azok nagyon-nagyon keskenyek, ebben a Pagani nem erős. Tehát, hogy a
ha összenézzük a 1639-el, ott is nagyon nagyok a koronavédők, és itt a 1661-en is elég nagyok a koronavédők, viszont ezek legalább védenek rendesen. Ami nekem fáj ezen az órán, és az egyetlen egy dolog, amiben szerintem a 8926 jobb, mint a 1661, az pedig a tokfülek. Tehát a tokfüleknél az a helyzet, hogy a nagyon retro, inkább 80-as évekbeli, vagy 90-es évek környéki submarinereket idézi. Paganinak viszont ez a 40 milis tokja, meg igazából a nagy is, inkább már az úgynevezett maxi kész, legalábbis a Rolex azt így nevezte, amikor saját magáról volt szó, tehát ezeket a széles tokfüles dolgokat csinálja, ami egyébként nekem egy picit sok, tehát én a keskenységét jobban szeretném, mert mégiscsak kecsesebbé teszi az órát, így hiába van az, hogy 40 milli az óra, mégiscsak ott van az a 2-2 milli a tokfülekkel, és így ezen mégis kelt egyfajta batárabb hatást. Az Invictánál, itt a 8226-nál ez nincs meg, ott azért eléggé elkeskenyedik a végére, úgyhogy ez az egyetlen egy negatívum, amit el tudok mondani a 1661-ről. Amint még összehasonlításban ugye el kell mondani, hogy a 1661-nek teli végszemélyei vannak, a 8926-nak csak kapcsos végszemélye, ezt ugye elmondtam az összehasonlításban. Mind a kettőnek elméletileg teli szemes a szíja, viszont az Invictánál nagyon zajos, meg nagyon könnyű a szíj. Nekem az az érzésem vele kapcsolatban, hogy itt benne, vagy valahol itt spóroltak egy kicsit az anyaggal, de mondom, ez csak ilyen megérzés, tehát egymás mellé teszem a két szíjat, és az Invictáé könnyebb. Tehát, hogy valahol spóroltak az anyaggal, ez egészen biztos, hogy pontosan hol, azt nem tudom, tehát nyilván csak a szemek belsejében tudtak. Csavarosak a szemek. Tehát a szemek csavarokkal találkoznak, az Invictájét pedig ilyen tűvel lehet gyakorlatilag, vagy árral, vagy igazából teljesen mindegy mivel, így gyakorlatilag átbökni. Viszont a Pagani ebben egyébként erős, tehát, hogy a 1639-ek és az eredeti szíja, ami nekem egyébként nem tetszett, az is így érkezett, és ez is így érkezik. Ezzel most ki vagyok békülve, az előző egyébként volt egy kis minimális gyártási hiba, amiért egyébként visszakaptam annak az árát, tehát én nem panaszkodom érte, viszont ebben nem találok kivetnivalót. Ami még érdekes, hogy van ilyen búvár kiegészítés magán az órán, nyilván nem a full glide lock, amit ugye a Rolex használ, viszont ilyen nagyon egyszerű búvár kiegészítés van az óra szíjon, ami ugye azt jelenti nyilván, hogy kinyitom, és tudok az órának a végén egy kicsit szélesíteni, tehát hogyha méretre szedtük az órát, akkor tudunk egy kicsit lepattintani, és néhány, hát egy jó fél centit tudunk a hosszúságán nyerni. De ez ugye pont arra jó, hogyha valaki esetleg véletlenül tényleg búvárkodásra használná, vagy csak mondjuk nyáron úgy gondolja, hogy egy kicsit lazábban szeretné viselni, akkor ne kelljen szétszedni, ne kelljen átkalibrálni, ne kelljen vele semmit csinálni, egyszerűen csak kipattintja az ember, és akkor már tudja is használni. Akkor kristályokról még egy kicsit ugye összehasonlításképp. A 8926-nak ugye Flame Fusion kristálya volt, ami egy ilyen kis keményítatásvány üveg, de nem zafír. A 1661-nek és a 1639-nek is zafír a kristálya. A 1639-nek van egy tükröződés gátló rétege, egy kék színű tükröződés gátló réteg, ugyanazt a réteget én nem látom a 1661-en, viszont ez is zafír, ahogy néztem a kristályt, hogy az alja tükröződik-e, de nem látok rajta egyébként tükröződésmentes réteget. A 1639-nél állítólag dupla tükröződésmentes réteg van, vagyis van egy az üveg tetején, és van egy az üveg alján is, tehát belülről. Ezt nem igazán tudom egyébként megerősíteni. Egy réteg biztos, hogy van rajta, a másodikat azt nem mindig látom, vagy így nem vagyok 100%-ig biztos benne, viszont az, hogy zafír nekem, az már elég az, hogy nem feltétlenül kell az, hogy akár az legyen, hogy kuposítsák, vagy az kell, hogy íze. Nekem az, hogy így teljesen elég, teljesen sima, az tök jó. Gondolkodtam rajta, és egyébként Launak mondtam, hogy a nagyítót leszedem róla, mert egyébként tök jól néz neki, nagyon-nagyon-nagyon jól néz neki ez az óra nagyító nélkül, viszont akkor meg azt kéne, hogy ugye ne legyen dátumablakos, úgyhogy ha dátumablakos, és egyébként nincs olyan nagyító, az meg kicsit így meh, viszont hát így nem tudom. Tehát, hogy ez még egy dilemma kérdése, lehetne ilyen otthon javítsunk, vagy módosítsunk órát jellegű session, hogy hogyan is kell ezt leszedni, nem egy nagy show, de hát nem teljesen visszafordítható a folyamat, de egyáltalán nem
visszafordítható, úgyhogy ezt a dolgot ezt nem biztos, ha meg akarom lépni, akkor ezt úgy kell kitalálni, hogy ne gondoljam meg magam utána, mert utána akkor majd így sírás, rívás van, és új óra rendelés, vagy új kristály rendelés, a kérdés, hogy melyik ér még igazából jobban. Oké, a hasonlóság és a különbségek is szerintem megvoltak, úgyhogy nagyjából ez az, amit így most el szerettem volna mondani erről a csodáról. Amit még el kell mondani egyébként, hogy amikor ennél a 1639-et rendeltem, akkor ez még, és látszik, hogy egyébként ez egy öreg konstrukció, ebben mióta 8215-öt raktak, ugye gyakorlatilag az összes belépő kategóriás olcsó órát ilyenekkel szokták mindenhol szerelni a világon, gyakorlatilag ugye a Movement, az MVMT is ilyesmikkel dolgozik, pofátlanság volt egyébként, amikor a Teddy Baldessar ment hozzáig forgatni, és azt mondták a mióta 8215-ről, és szerintük az egy jó verk, nem, a 8215 nem egy jó verk, de a 8215 egy megbízható verk, egy szervizelhető verk, és egyébként frankó működik, de hogy egy olcsó verk, ebből nem is jelezhetné más, mint az, hogy gyakorlatilag nem másodperc stoppos, tehát kihúzod a koronát a végéig, kattan, és nem áll meg a másodperc mutató, azért ez már gáz. Tehát, hogy ilyen konstrukciót azért nem nagyon gyártanak. A 1661-et ugye ehhez képest fejlesztették, ugye a Seiko-nak az NH35A nevű verkje van benne, ami járás pontosságban is pontosabb, és egyébként másodperc stoppos. Gyakorlatilag semmi másban nem különbözik, ilyen kőszámban, meg ilyesmiben van különbség, de ezek gyakorlatilag nem számítanak, ezek gyakorlatilag, ez az NH35A gyakorlatilag a kettes számú beszálló verk. Oké, ezek még mindig nem kínai verkek, tehát nagyon sokszor van az, hogy AliExpressen belefutsz egy olyan órába, ami de szép, és akkor meglátod, hogy valami nem is a szigál verkektől kell félni, hanem valami minzsú, vagy hanzsú, vagy valami, sose hallottál róla verk van benne, ami meg az a para, hogyha elromlik az óra, beviszed a sarki órásmesterhez, és hogyha nem valami nyugati verket másol, tehát nem valami ETA licences dolgot másol, és jó, hogyha licenszelt egyébként, és nem csak így koppintás, mint ahogy mondjuk a Szigál csinálja, ugye ők valaha ETA licenszeket vásároltak, és az alapján meg gyártósolt, és az alapján csinálták gyakorlatilag a teljes gyártásokat, mindegy, hanem hogy valami gyakorlatilag teljesen saját konstrukció alapján, és akkor így az órás meg vakarja fejét, hogy hát, hogy persze ő ismeri, hogy működnek ezek a dolgok, meg gátrendszer, meg minden, de hogy ő ebben nem biztos, hogy bele tud nyúlni, vagy ha bele is tud nyúlni, alkatrész nem biztos, hogy fog kapni hozzá. Most az NH35 és amióta 8215-tel kapcsolatban nem kell félni, gyakorlatilag, hogyha most megállnának a termelésben, akkor még a világon a következő 100 évben biztos, hogy lehetne hozzájuk alkatrészt találni. Tehát, hogy ilyen dolgoktól nem kell félni. Na hát, és akkor ennyit. Szerettem volna, örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!